Majka és Curtis fergeteges hangulatot teremtett tavaly a Fűhe Fesztiválon. A két rapper idén is visszatér a Szabolcsi megyeszékhelyre, ahol ismét nagyszabású koncerttel készülnek a Nyíregyházi Egyetem legnagyobb bulián. Május 17-e és 21-e között ismét a Felsőoktatási Intézmény kampusza ad otthont a Fűhe Fesztiválnak. De Majkáikon kívül még négy színpadon közel fél száz neves hazai előadó, többek között Bájalex és a Step, a Brains, a Hősök és Horváth Tamás is színpadra áll az egyetemi bulin. Idén a szervezők külföldi zenészekkel is bővítették a fellépők körét, akik először érkeznek majd a megyébe. Közülük emelném ki a Dobdiódit, akit 2013-ban a Sziget nagy színpadán is fellépett. Úgy gondoljuk, hogy rajtuk lesz az egyik legnagyobb érdeklődés az ő koncertjükön, illetve ide sorolnám még Mike Cervellót is, aki a Tomorrowland-ben két alkalommal már fellépett, és bízom benne, hogy nálunk is nagyon jó bulit fog csinálni. És Berlinből érkezik még hozzánk a Format B, akiket az elektronikus zenei rajongóknak nem hiszem, hogy be kell mutatni. Az idei Fűhe már a 18. lesz, töretlen népszerűségét mutatja, hogy minden évben több ezer fiatal bulizik együtt a négy nap során. Igaz, hogy most már egyetem vagyunk, de mivel így ez az elnevezés került a köztudatba, ezért nem is akartunk ezen változtatni. Egyre nagyobb rendezvénynek számít, hiszen nem csak a hallgatóinkat mozgatja meg, hanem a városlakót, sőt a környező településekről is jönnek a fiatalok a rendezvényeinkre. A fesztivál szervezői nem csupán a zenei paletta, hanem a kulturális és szabadidős programok területén is gazdag kínálatot állítottak össze. Idén is színesítjük a programokat sportprogramokkal, futsal, illetve futballházi bajnokságunk lesz, illetve röplabda bajnokság, valamint lesz még egy BMX bemutató is, amit a fesztivál látogatók ingyen is megtekinthetnek, valamint lesz egy stand-up comedy az első napon. Bár a Fűhe Fesztivál este 6 óráig látogatható ingyenesen, a stand-up kivételt képez ez alól, a humoristákat díjtalanul megtekintheti majd bárki.